Május 18-a van, köszöntöm a Telepaks kistérségi televízió csütörtöki híradójának nézőit. Egyeztetés Paks 2 kapcsán az Országos Atomenergia Hivatalban. Péntekig adhatják le pályázatukat a fiatal letelepedők. Közmeghallgatás a német önkormányzatnál. Pusztahencsei óvodások a gyermekkönyvtárban. 2017 perc tekére várják a jelentkezőket, és most lássuk bővebben. A paksi atomerőmű bővítés engedélyezési eljárásában résztvevő hatóságokat várta egyeztetésre az Országos Atomenergia Hivatal. A megbeszélés célja a zökkenőmentes együttműködés feltételeinek előkészítése volt. Valamennyi országos hatáskörű és helyi hatóság vezetője részt vett azon az egyeztetésen, melyet az Országos Atomenergia Hivatal kezdeményezett. A hatáskörök és az atomerőmű kapacitás növelés engedélyezési eljárásában betöltött szerepek áttekintésének célja a zökkenőmentes együttműködés feltételeinek előkészítése volt, tájékoztatott dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző. Egy elsőkörös megbeszélés volt, itt mindenki elmondhatta, hogy rá milyen határidők, milyen eljárási szabályok vonatkoznak. Erről készül egy emlékeztető, amit majd nyilvánvalóan mindenki megkap, és majd a jogalkotónak lesz az a feladata, hogy ha áttekinti ezeket az egyes hatóságoknak a határideit, mert itt, hogy van akár 12 hónapos határidővel is dolgozik valamelyik hatóság, akkor eldönti, hogy szükséges-e ilyen hosszú határidőt biztosítani, vagy pedig az eljárási határidők rövidítésével az engedélyezési eljárás felgyorsítható. A Paks 2 projekt márciusban kapta meg a telephely engedélyt, majd áprilisban a másodfokú környezetvédelmi engedélyt is megszerezte a paksi atomerőmű két új blokkja. Így megkezdődhetett a legnagyobb, legbonyolultabb és talán a legfontosabb a létesítési engedélykérelem összeállítása. A létesítési engedély minelőbbi kiadása van napirenden, hogy el tudják kezdeni a konkrét kivitelezést a nukleáris és hozzá kapcsolódó létesítményeknél, de ezt megelőzően már a városunk közigazgatási területén már szerintem jóval korábban, akár már az idei év második felében is megkezdődnek azok az engedélyezési eljárások, amelyek a kiszolgáló létesítményekhez és a felvonulási épületekhez kapcsolódhatnak. De zömében ezeket nem a magyar állam fogja koordinálni, hanem a piac, hiszen itt az elvárt cél az, hogy a beruházás minden 40%-os volumenét magyar vállalkozók valósítsák meg. A lakásépítési kezdeményezés már megjelent, arra már adtak ki építési engedélyt, készül a Gesztenyés úti új lakópark. Üzemcsarnok építésére még nem érkezett kérelem a helyi hatósághoz, de befektetői érdeklődésről van tudomásuk. Tudtuk meg Paks főjegyzőjétől. Holnap jár le a fiatal szakképzett pályakezdők paksi letelepedési támogatására kiírt pályázat beadási határideje. Idén megduplázódott a támogatásra fordítható összeg, 18 millió forint megítéléséről dönthet a Közbiztonsági Ifjúsági Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság. Márciusban írta ki a letelepedési pályázatot a Közbiztonsági Ifjúsági Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság. Az idei év újdonsága, hogy a keretösszeg duplájára, a korábbi 9,5 millió forintról 18 millióra emelkedett, és a pályázati feltételek is kedvezőbbek lettek. Az életkort a pályázat benyújtásához felemeltük 35-ről 40 évre, tehát 40 éves korig be lehet adni a pályázatot. Másrészt kivettük a pályázati kiírásból, hogy a végzettségének megfelelően állásba kell Pakson dolgoznia. Hát ugye azért a mai viszonyok között ez sokszor nagyon nehezen megoldható, hogy pontosan a szakvégzettségének megfelelően legyen valakinek Pakson állása. Változás emellett, hogy a visszanemtérítendő helyi támogatás bírálata során előnyben részesítheti azokat a pályázókat a bizottság, akik első saját tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy építenek. Pályázni lehet építési telek, lakás vagy családi háznak a megvásárlására, illetve családi ház vagy lakásnak az építésére, tehát újonnan épültre is pályázható. Nagyon fontosnak tartom azt még megjegyezni, hogy
bizottságunk úgy döntött, hogy előnyben szeretnénk részesíteni azokat a pályázók közül, akik az első lakásokat építik, vagy vásárolják, vagy az első családi házokat készülnek építeni. A pályázatok benyújtásának határideje személyesen május 19-én 12 óra, postai úton május 19-i postabélyegző. A részletes kiírás és a pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthető a város honlapjáról. Minden 40 év alatti fiatalt arra buzdítok, aki éppen lakást vagy családi házat kíván építeni vagy vásárolni, hogy pályázzanak, hiszen ez a keret azért áll rendelkezésre, hogy segítsük a fiatalokat, és minél többen maradjanak és telepedjenek le Pakson. Tavaly egyfordulóba írta ki a letelepedési pályázatot a bizottság. Akkor 2016-ban 29 fiatalt támogattak az otthonteremtésben. Ha a pályázattal kapcsolatban kérdésük lenne, akkor felvilágosításért keressék a Városháza szociális osztályának munkatársait, vagy pedig a bizottság tagjait. Az ő fellelhetőségük is megtalálható a város honlapján. Közmeghallgatást tartott a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az ülésen az önkormányzat közelgő rendezvényeiről is szó esett. Május 28-án a dunakömlődi németek kitelepítése alkalmából tartanak megemlékezést. Testületi ülést tartott a Német Nemzetiségi Önkormányzat, melyen tárgyalta többek között a 2016-os költségvetést, a kulturális pályázatok kiírását, valamint a 8. osztályosok jutalmazását. A grémium az ülésen közmeghallgatásra várta a paksi lakosokat, akik általában évközben keresik meg a testületet panasszal vagy javaslataikkal. Számomra nem meglepő, hogy nem tolonganak az ajtókban a közmeghallgatásra érkezett paksi polgárok. Az lenne meglepő, ha így lenne, mert minket nem ilyen fórumon szoktak megkeresni, megtalálnak bennünket telefonon, valamint itt az irodánkban, a fogadóóránkon. A létező legkülönbözőbb dolgokkal kerestek már meg bennünket a lassan 20 éves történelmünk során. Volt, amikor nyugdíjkiegészítést rendeztünk idősbb hadifoglyoknak, ilyen is volt. Ebben kérték a segítségünket, de iskolák, intézmények keresnek meg legújabban bennünket problémáikkal, illetve civil egyletek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetése összesen közel 7 millió forint. Az összeg állami forrásból, helyi önkormányzati támogatásból, illetve saját bevételből áll össze. Az önkormányzatnak minden évben van megtakarítása, ennek köszönhető az elmúlt év nagy beruházásának a megvalósulása. Minden évben 1-1,5 millió forint körül meg tudunk spórolni. Az idei év, pontosabban a tavalyi év, az kivétel ez ügyben, mert tavaly egy nagy beruházást tartottunk, ezt a város polgárai tudják, hogy egy emlékművet emeltünk Dunakömlőt határában a kitelepítettek emlékére, ez nekünk egy nagy beruházás volt. Itt az emlékműnél május 28-án tartanak ünnepséget a dunakömlődi németek kitelepítésének 71. évfordulója alkalmából. A műsor 9 óra 45 perckor térzenével kezdődik, majd a megemlékezést és a koszorúzást követően emlékmisével zárul. Három feladatot kellett teljesíteniük a gyerekeknek ahhoz, hogy sikerüljön megtörniük a királyi udvar csújtó átkot. Puszta hencsei óvodások jártak a kincskereső gyermekkönyvtárban, ahol meghallgatták a Méh királynő mesét a papírszínház előadásában, a történethez kapcsolódóan pedig izgalmas feladatok várták őket. A város és a környék minden óvodájával jó kapcsolatot ápol a kincskereső, fontosnak tartja, hogy már egészen kisgyermekkorban szoros kötődés alakítson ki a gyerekekkel, hogy amikor iskolába mennek és rendszeres könyvtárlátogatókká válnak, ne legyen idegen számukra a környezet. Most a pusztahencsei óvodásokat várták, akik a papírszínház előadásában a Méh királynő című mesét hallgatták meg. Oly módon, hogy csak néhány képpel illusztrálja magát a történetet. És ennek éppen az a lényege, hogy ezek a képek nagyon-nagyon leegyszerűsítettek, kevésbé részletgazdagok, mint mondjuk egy mesekönyvben egy illusztráció, tehát sokat kell a képzeletből hozzátenni. A képek ezen felül le tudják kötni azoknak a gyerekeknek is a figyelmét, akik nehezen tudnak hosszabb ideig egy dologra koncentrálni. A most meghallgatott történetben, mint sok más-másik magyar népmesében,
A főhős a legkisebb királyfi volt, neki kellett az udvart felszabadítania az assújtó átok alól. A kicsiknek nagyon tetszett, örömmel mesélték el, hogy mi volt a kedvenc részük. Volt ilyen három királyfi, volt egy kicsike, és egyszer elmentek a két nagy testvére virágot látni, kicsiké elment megkeresni, mert már nagyon hiányozott neki. A mesében a királyfinak három feladatot kellett megoldania, a foglalkozás keretében pedig a kicsikre is ugyanezek a kihívások vártak. Kihordáztuk a turcsot, mi testük a méhetet, mert mi gyöngyöt halasztunk, mert mi gyöngyöt elestünk, mert mi gyöngyöt szedtünk, ahogy a hangyát. A feladatokat követően az óvodások meguzsonnáztak, majd ezután a meséhez kapcsolódóan kézműves foglalkozáson vettek részt. A kincskereső következő rendezvénye május 23-án 16 óra 30 perckor lesz, amikor is a ProArtisban kihirdetik a Minden könyvben varázslat elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázat eredményeit. Rendhagyó helyszínen szervezi a Pákolic István Városi Könyvtár az Irodalmi Kávéház elnevezésű programját. Az irodalom kedvelőket a Város napján a Táncsics Parkba várják, ahol 10 órától Fodor Veronika, 15 órától pedig Gutai István és Serdült Benke Éva lesznek a vendégek. Híradónkat rövid hírekkel folytatjuk. Még várják a művészet kedvelő diákok jelentkezését a ProArtis képző és iparművészeti szak oktatói. A pedagógusokkal és a képzéssel nyitott foglalkozáson ismerkedhetnek a gyermekek május 19-én 16 órától. Beiratkozni a 2017-18-as tanévre Zirci Judit szaktanárnál, valamint az iskola titkárságán május 31-ig lehet 9 és 17 óra között. Nagy izgalommal készül a Pódium Tánc Stúdió a nagyszabású évzáró gálájára. Az egész éves munka eredményét május 21-én láthatja a nagy érdemű 16 óra 30 perctől a Csengely Dénes Kulturális Központban. Lezárult a kincskereső gyermekkönyvtár Minden könyvben varázslat elnevezésű olvasás népszerűsítő pályázata. Az eredményhirdetés május 23-án 16 óra 30 perckor kezdődik. A varázslatos délutánon Csonka Ibolya, a Kaposvári Színház színésznője különleges produkcióval ajándékozza meg a gyermekeket. A 2017 perc teke elnevezéssel szervez programot az Atomerőmű Esetteke szakcsoportja az ASE csarnok mögött található Teke klubban. Az esemény tavaly nagy sikerrel zajlott, idén június 9-én reggel 8 órakor kezdődik. A jelentkezőket a teke.ase.hu honlapon várják. Még sose tekéztem, csak mondták, hogy lehet gurítani, és jelentkeztünk. A paksi iskolák közül tavaly elsőként a Vagbottyán gimnázium 9. B osztálya élt a lehetőséggel, a diákok hatalmas lelkesedéssel gurították a golyókat a tekézőben. Az Atomerőmű Ese szakcsoportjának tagjai már befejezték az első és másodosztályú bajnokságot, jelenleg az atomkupáért küzdenek a csapatok. A 2017 perc teke célja ismét a sportág népszerűsítése. Verseny is, meg buli is. Verseny, mert a... Ugye van egy mottónk ebben az évben, hogy döntsünk pályacsúcsot, tehát van éve, ezt most szerintem hatalmas versenyek lesznek, mindenki rá akar menni, hogy pályacsúcsot döntsön. De úgy jön ki felkészülve, több időt száll rá, van, aki egy-két órát itt akar tölteni, tehát elég sokszor fog ulítani. És hát egy buli, mert hát itt azért a legtöbb ember az nem csak jön-megy, hanem akkor kicsit itt tartózkodik, beszélgetünk. Jó hangulat, és akkor itt kialakulnak a barátságok még jobban. A program június 9-én pénteken reggel 8 órakor kezdődik, és az elnevezéséből adódóan 2017 percig, tehát másnap 17 óra 37 percig tart. Jelentkezni a teke.ase.hu honlapon, vagy személyesen Fenes Lászlónál, Stanóné Köröztös Léviánál és Berkes Ferencnél lehet, valamint az alábbi elérhetőségeken. Péntek délelőtt az általános iskolásokat várjuk, ők már jelentkeztek is, be is telt az összes tanórát lefedő időpont, reggel 8-tól délután 2-ig folyamatosan általános iskolák versenyeznek, őnekik majd próbálunk valamiféle díjazást is kitalálni. Mindenki 10 teligurítást fog teljesíteni, és majd meglátjuk a létszámtól függően, hogy hogyan díjazzuk őket, de mindenki egyformán fog mérlegre kerülni az általános iskolások közül,
Hát is, amikor lezajlott ez a program, utána délutántól várunk mindenkit, aki kíváncsi a sportágra, aki ki akarja próbálni, vagy szeretne megismerkedni vele, vagy aki már játszik és csak játék lehetőséget szeretne. A tervek szerint az interneten idén is élőben követhetik az eseményeket és az eredmények alakulását egy helyi informatikai cég segítségének köszönhetően. A szervezők a versenyzők mellett a szurkolókat és az érdeklődőket is várják, de aki kedvet kap, még jelentkezhet. Tizenkét fok körül alakul az éjszakai hőmérséklet, holnap napközben pedig a maihoz hasonló idő várható, derült napos idő és mintegy 27 fok. Város ismereti túrára invitál a most következő paletta. A magazinban gazdagfejes Margit kalauzolja a nézőket az óvárosi kúriák és épületek között. Maradjanak velünk, további szép estét!